A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Két rendhagyó műsorral várom önöket a közeljövőben, a fehérvári beszélgetésekben, annál is inkább, mert hogy azt gondolom, hogy a magyar vidéknek és itt a Mezőföld szívében ez különösen fontos. A közös agrárpolitika 2027-ig rendkívül kiemelt program, olyan program, amelyet érdemes mindannyiunknak megismerni, pontosan ezért most két műsort és a fehérvári beszélgetéseket ennek szenteljük. Vendégem pedig Stahura Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezető mezőgazdasági szakértője. Nos, az elmúlt időszakban számos beszámolót készítettünk mi magunk is, hiszen járják az országot, és a KAP program lehetőségeiről tájékoztatják a gazdákat, hiszen ez egy kiemelten fontos a következő 5 évben. És nem csak az összegszerűsége okán, hanem azért, mert ez a program alapjaiban meghatározza a következő időszakot. Tehát akkor először is beszéljünk az új agrár ökológiai programról, különös tekintettel a zöld készségekre, mert hogy azt hiszem, hogy ez is egy kiemelten fontos történet. Igen, mindig, ugye tudjuk, hogy a támogatásért cserébe mindig egyre zöldebb elvárásokat állítanak a gazdálkodók elé, vagy a gazdálkodók számára. Így van ez most is, és egyre zöldebbé válik a támogatási összegér teendő feladatok. Itt ugye van ez az agroökológiai program, amit említett is. Ez egy új elem, ami gyakorlatilag ugye eddig a zöldítést szokták meg a gazdálkodók, ami mostantól ugye megszűnik és belekerül egy olyan feltételességi rendszerbe, amit a támogatásért cserébe a gazdálkodóknak be kell tartani, tehát az nem választható rendszer lesz, hanem egy kötelező zöld elem. Az agroökológiai program pedig egy olyan egyéves, hát mint a kis AKG, de egy évre vállalja be a gazdálkodó ezeket a zöld vállalásokat, természetesen adaptálva a saját gazdaságokra. És azért ezt mindig így hozzá kell tenni, hogy ismertük mi ezeket az irányokat, a víz, a levegő, a biodiverzitás, aminek a védelmére fókuszáltunk eddig. Most azonban a napjainkra egyre inkább a talajvédelmére vonatkozó elvárásokat tesznek a gazdálkodók elé, ami úgy gondolom, hogy nem lehet feltétlenül csak arra gondolni, hogy ez miért rossz vagy rossz, hiszen a gazdálkodónak is a jó felfogott érdeke, hogy az a talaj, amin gazdálkodik, illetve a földje, amin gazdálkodik, annak a talaja egészséges legyen, ott maradjon, az erózió ellen védjük, és adjuk vissza bele az életet. Mennyire szigorú ez a feltételrendszer, és mennyire szokatlan a gazdáknak? A feltételrendszer, tehát amiről azt mondjuk, hogy kötelező eleme annak, hogyha valaki támogatást vesz igénybe, ez egy kicsit másabb, mint az eddig megszokott, de gyakorlatilag nagyban nem tér el. Viszont szigorúbbakká váltak. Például, ha mondom a feltételességben milyen szabályok vannak. Ugye az állandó gyepeket országos szinten meg kell védenünk. A 2018-as referencia évhez képest nem csökkent 5% alá. Ez sem ismeretlen. Ez ugye a zöldítés feltétele volt. Tarlót nem égetünk. Ugye a szerves anyagnak a földben a helye. Ez sem ismeretlen. A vízvédelmi sávok betartása, ez sem ismeretlen, itt szigorúbbá vált az előírás, annyiban, hogy 5 méteres távolságokon nem juttathatunk ki műtrágyát, szerves trágyát és növényvédőszert sem, ez ennél egy kicsit enyhébb volt. A vetésváltás szabályai, azt is megszoktuk, hogy kell növényvédelmi, talajvédelmi szempontból egy kicsit másabb lesz, annak a részleteiben most azért nem mennék bele, mert az idén a veszélyhelyzetre való tekintettel is nem kell betartania a gazdálkodóknak, tehát az idén ő vethet bármilyen növényt egymás után. Persze vannak kivételek, így a burgonya, a dinnye, napraforgó, repce, tehát ők most sem mehetnek egymás után adott évben a tavalyi évhez képest, kivéve, hogyha másodvetést beiktatnak a 2 év közé. Jó, illetve hát vannak olyan elvárások még, hogy 12% feletti lejtős területen most már kukorica, napraforgó, kapás kultúra sem mehet csak úgy, hanem bizonyos feltételekkel,
Például erózióvédelmi sávokat kell létesíteni 3-20 méter szélességben, szintvonalakkal párhuzamosan, vagy direkt vetek, vagy szintvonalasan vetek. Tehát arra fókuszálunk, hogy a talaj ott maradjon a gazdálkodó földjén, és ott tudja hosszú évekig ezeket hasznosítani. Tehát ez a korábbiakhoz képest zöldebb program mindenképpen. Van, viszont azt van. Tudnia kell a gazdáknak is, hogy első körben ugye csak alaptámogatás jár, és bizonyos feltételeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy ezt a plusz pénzhez hozzájussanak. Melyek ezeknek az alapjai? Tehát ugye ez az volt, hogy az alaptámogatásért, ez egy 140 euró környéke, de hát azt majd látjuk ugye a végén, hogy oszlódik. Ez csak az alaptámogatás, amit most már BISZ-nek hívunk. És akkor erre jön rá azokon a feltételeken túl, amiről az előbb beszéltem, az agroökológiai program, ami 60-80 euró lehet hektáronként, attól függően, hogy mekkora területtel vállalkoznak erre a gazdálkodók. Jó, de a 61 euró az biztos, ha nem jön be mind az 5 millió hektár, akkor az lehet 80 is. Ezek a feltételek ugye külön bontódnak szántóra, gyepre, ültetvényre, és minden egyes ilyen hasznosítási módra a gazdálkodónak teljesítenie kell legalább 2 pont értékű vállalást. Azt nem teheti meg, hogy csak a szántóra választ, vagy csak a gyepre, vagy csak az ültetvényre. Ha ő a méretkorlát feletti területekkel rendelkezik, azokra mindre vállalnia kell, és mindre teljesítenie kell. Mire nem kell a Natura 2000 gyepre, azokra a szántóra gyepre, ami 5 hektár alatt, illetve az 1 hektár alatti gyümölcsösre, tehát erre nem kötelező, de akkor nem is kap. Ha választ, akkor kaphat. De ha nem teljesíti a 2 pontot egyikre sem, akkor nem kap egyáltalán az üzemére. Nem tudom, belemenjünk, hogy akkor igen, miből. Igen, egy kicsit, mert hogy a szántónál a tematikus előírások kiemelten fontosak. Így van, mindenhol is fontosak. Tehát a szántónál is az elv az, hogy a talaj legfontosabb egyik alapelv, hogy a talajt takarjuk, gyökerek által életet adjunk. Tehát elvárják a gazdálkodótól azt, hogy mondjuk február 28-ig takarja a talaját, vagy őszi kultúrával, vagy takaró növénnyel, vagy egyéb szármaradványok ott tartásával, az évelő kultúrával, betakarításával. Diversifikáljon időben, tehát többféle kultúrát alakítson ki az üzemében. Ugye ez a 10 hektár alatt 2 féle növény, és ez így megy tovább, 1000 hektár fölött már 6 féle növény. De ezt a diversifikációban, nem tudom, mennyire menjek bele a részletekbe, itt azt nézik, hogy május 1 és szeptember 30 között melyik növény van a leghosszabb ideig, a főnövényem, amit bejelentettem, az egységes kérelembe vagy a másodvetésem. Ez az egyetlen pont, amikor egy ilyen időablakban nézik a főnövénynek a jelenlétét. Ugye fontos a talajélet, mikrobiológiai kéz, ezek egy-egy pontos vállalások voltak, amit eddig mondtam. A mikrobiológiai készítmények használata az 2 pontot ér. De azok a mikrobiológiai készítmények jöhetnek ide csak be, amelyeket a vetéssel egy időben, vagy azelőtt a talajba dolgozzák, vagy a szármaradványokkal a talajba dolgozzák. Ha növényállományra juttatjuk ezt a mikrobiológiai készítményt, az már a következő csoportba tartozik. Talajkondicionálók, növénykondicionálók használata, ami 1 pontos, ide jöhet be az állománykezeléses mikrobiológiai készítmény. És már ezekről a készítményekről a gazdálkodók tájékozódhatnak. Az IAM tájékoztató jelleggel kirakta a honlapjára, illetve a kamara is kitette, hogy melyik szerekből lehet válogatni, 1 pontér vagy 2 pontér. Méh kimélő technológiát, csak olyan növényvédőszert választok, ami a méhekre vagy a beporzókra ugye nem veszélyes. Erre is rendelkezésre áll a lista. Karbamid használat. Nem a karbamid használata a cél, hanem az, hogy ha használ a gazdálkodó a szántó területének 5%-án legalább, akkor vagy utána bármennyit, akkor azt úgy használja, hogy neki is jó legyen, ne menjen veszendőbe a hatóanyag. Tehát az ott hasznosan, azaz azonnal dolgozza be a talajba, vagy használjon inhibitort, ami meggátolja a nitrogén légkörbe történő eltávozását. Tehát konkrétan, illetve talajforgatás nélküli művelést használjunk, ugyan hát láthattuk most is, hogy a talajunk felső pár centiméteres rétege azért igencsak elporosodott, nem akarom itt említeni a múlt heti történetet. Ez már jelzi azt, hogy igen fontos beavatkozás, vagy igen nagy az igénye a talajnak a talajtakarásra,
a szerkezetesség építésére, ezáltal a víz megkötésre, és ezek mind-mind erre irányulnak, hogy a gazdálkodó is ebben az irányban változó klímához kicsit alkalmazkodva próbálja meg a talaját. Ezeket az agrártechnikákat be kell jelenteni egyébként, illetve a másik fontos kérdés, hogy ezt miként ellenőrzik. Igen. Tehát természetesen az egységes kérelembe, amit majd ugye elvileg most májusban adunk be, vagy hát nem elvileg, gyakorlatilag is, április közepétől indul az egységes kérelmek beadása, addigra a gazdálkodónak úgy nagyjából már össze kell kombinálnia, hogy akar-e bejönni, vagy sem, ha akar, akkor mivel, mit választ. Ezeket a választásokat be kell jelölnie előre az egységes kérelembe, hogy ő most karbamidot szeretne ezen a táblán, azon a táblán, melyik 50%-án a szántójának szeretné a mikrobiológiai készítményt használni, vagy talajfedést szeretne alkalmazni. Ezeket mind az egységes kérelembe bejelenti előre. És amikor ezeket a műveleteket majd elvégzi, akkor pedig az egységes kérelembe ugyanúgy 15 napon belül be kell jelentenie. Jó? Tehát mindent jelenteni kell, mert ha nem jelenti, akkor olyan, mintha meg sem tette volna. Tehát az első munkaművelettől egészen a befejezésig, és utána jöhet az ellenőrzés, majd következhet a kifizetés. Ez milyen rendszerben történik? Így van, tehát mindenképpen ellenőrz, nem mindenkit ellenőriznek nyilván 100%-osan. Az adminisztratív ellenőrzések megtörténnek, így, hogy bejelenti az egységes kérelembe, megnézik, hogy valóban megtörtént-e az 50%-on vagy a 100%-on, attól függ, mit választott. Tehát ez az egységes alapján egy adminisztratív ellenőrzés lesz. Helyszíni ellenőrzésekre is sor kerül bizonyos százalékban, azonban még hozzá kell tennünk azt, hogy most már az a Sentinel, az őrszem, onnan fentről is nézegeti majd a gazdálkodókat, itt 4-5 naponta azért körbe megy, és az alapszintű dolgokat ellenőrzi, és ha valami olyat észlel, ami ellentétes a gazdálkodó által bejelentettel, akkor a kincstár megkeresheti a gazdálkodót, hogy akkor nézze meg, hogy ez a Sentinel azt mondta, hogy ez van, ön nem ezt mondta, akkor a mobil gazdával ki kell menni, és le kell fotózni, ami georeferált, hogy valóban ki is látott rosszul vagy jól. És ez egyre inkább el fog terjedni a jövőre nézve, hogy ilyen ellenőrzések. Ugye ez az agrárökológiai program szabadon választható, de itt az fontos kérdés, hogy a pontozási rendszer azért meghatározza a támogatások rendjét is, hiszen többletvállalásokat kell tenni ehhez. Ezt mennyire veszik komolyan a gazdák? Ez alapvetésnek kell, hogy legyen ma már Magyarországon ahhoz, hogy forráshoz jussanak, vagy enélkül is működne ez a történet? Hát, hogy enélkül... Furcsa kérdés, ezt tudom, mert... Igen, tehát az agroökológiai program így van, szabadon választható. A gazdálkodó maga dönti el, hogy kérje azt a hektáronkénti 60-80 eurót. De én úgy látom, tehát sokaknál kell az anyagi ösztönzés is, hogy a szemléletet próbáljuk megváltoztatni. De én úgy látom, hogy ez egyre inkább elterjedőbben van a klímaváltozást észlelők miatt is. A fiatalabbak, nagyobbak, nem akarok így szelektálni, de érzékelhető az önkéntes technológiai váltás igénye is. Jó, de igen, sokaknál azonban a támogatás általi ösztönzés és fontos szerepkör, és azért is kerülnek ezek így fókuszba, hogy ezen a lépcsőfokon segítsük át a hezitáló gazdálkodókat, hogy már pedig menni kell előre, és egy kicsit más irányba, hogyha hosszú távon is rentábilisabban alkalmazkodva szeretném. Ugye, ahogy említettem itt a bevezetőben, ott voltunk Sárbogárdon és itt Székesfehérváron is, és láttuk, hogy nagy érdeklődés kíséri ezt a rendezvényt. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen kérdések érkeznek általában? Hiszen azt hiszem, hogy ez egy olyan újdonság, amelyre mindenkinek külön kiemelten kell figyelnie minden gazdának. Óriási változásokat hoz. Ráadásul pozitív változásokat abban az értelemben, hogy azért van haszna is, ha úgy tetszik. Így van, így van. Tehát ez a lényeg, hogy ennek haszna is van, és ezt kell úgy átadni, hogy ennek igen a gazdálkodó számára is lehet haszna, ha olyat választ, ami számára megfelelő. Hogy milyen kérdések érkeznek? Hát ugye azt nem mondtam az elején, de akkor most mondom, hogy aki agroökológiai programot választ, ő neki gazdálkodási naplót kell vezetni, ez alaptétel. Ha nem teszi meg,
akkor ugye nem jár ez a támogatás. Ehhez kapcsolódóan is sok kérdés érkezik, hogy akkor ezt hogy kell, mint kell, napra készen, és a többi. Eddig sokszor azt találtuk, míg a legelején, amikor jártuk, elkezdtük ezt a tájékoztatást, akkor inkább az volt, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ilyen nincs, meg egyebek. Most, ahogy úgy jobban bele gondolnak a gazdálkodók, most már eljutottunk inkább oda, hogy hogyan csináljam meg az erózióvédelmi sávot. Akkor hogyan is alakítsam ki, ha diverzifikáljak, azzal tudom teljesíteni, mert akkor úgy csinálok másodvetést, hogy azzal már a diverzifikációt is tudom teljesíteni, sőt, akár a talajtakarást is, és akkor már is van kettő pontom. Jó, tehát már így elkezdik kombinálni ezeket a lehetőségeket, és ezekre a megoldásokat keresik most már inkább az elvárásokra vonatkozóan. Az AKG-soknál van a legtöbb kérdés szerintem, ugye aki bevállalta ezt a magasabb szintű agrárkörnyezetgazdálkodási vállalást, ott sok esetben azért variálnia kell, hogy hogy pihentet, ha elő van írva a 4% pihentetés, ami az idén ugye a normál gazdálkodó számára ugyancsak nem betartandó, ott most bármilyen élelmiszer célú növény termelhet, egy AKG-snál ez ugye nem megengedett, akkor ő neki most azt hogy is tudja megvalósítani. Mikrobiológiai készítményekkel nagyon várták már a szerlistát, hogy akkor miből tudja ezt megvalósítani, az neki jó-e, akkor a karbamidnál ugye előjön, hogy már nem lehet, tehát a talajba kell forgatni. De sokaknál ugye előjött az, hogy már korszerűbb technológiát alkalmaz, ő már direktbe a talajba teszi, és akkor egy kicsit nem ér össze a jogalkotó által megálmodott történet egy kicsit modernebb technikákkal, tehát már ilyen előremutató dolgok is vannak. Tehát visszatérve a hogyan a kérdés most igen, már. Erre viszont választ ad nyilván a kamara honlapja, és nem különben a Valugazdász hálózat, tehát érdemes velük foglalkozni. No, én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, innét folytatjuk. Jó, még annyit hozzáteszek, igen, hogy a kamara honlapján is. Igen, nagy gyorsasággal igyekeztünk minél hamarabb a kis olvasmányos kézikönyveinket közzétenni. Ugye nem mindenki ért a jogszabályi szövegekhez, ezért a kamara honlapján valóban a kiadványaink elérhetők, és lehet belőle tájékozódni. Nos, köszönöm szépen, hogy megtisztelt, kedves nézőink, tehát tájékozódjanak, és ez nem csak a gazdák, hiszen ez a következő 5 esztendő rendkívül fontos szegmense az agrárgazdaság terén, tehát és a mindennapjainkat is meghatározza. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a következő beszélgetésben ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.